Maros megyében is kikérték a közösség véleményét az RMDSZ kormányzati tevékenységével kapcsolatban. A csaknem két hónapig zajló a közösségért kormányzunk kampány során nagyrészt pozitív visszajelzéseket fogalmaztak meg a Maros megyeiek, ugyanakkor igényeiket is jelezték a szövetség képviselőinek. Véget ért a Romániai Magyar Demokrata Szövetség a Közösségért Kormányzunk című kampánya, amelynek keretében a választópolgárokkal konzultáltak. A visszajelzések alapján a Maros megyeiek elégedettek az RMDSZ kormányzati tevékenységével, ugyanakkor számos észrevételt, hiányosságot és kérést is megfogalmaztak. Az RMDSZ képviselőinek beszámolójából kiderült, a vállalkozóknak stabilitásra és kiszámíthatóságra van szüksége, továbbá a bürokrácia visszaszorítására. A gazdák pedig ezeken a találkozókon is megfogalmazták az ukrán gabonadömping okozta problémákat, illetve a vadkárokra kértek megoldást. Az embereknek óriási az igényük arra, hogy találkozzanak és első kézből kapjanak információkat. Ugye nagyon specifikus, hogy konkrétan mik voltak ezek. Tudok mondani erre példákat, akár hogyha arról beszélünk, hogy mezőgazdasági vonalon is rengeteg kérdés fogalmazódott meg. Ugye mezőgazdasági fórummal is végigjártuk Maros megyét, és gyakorlatilag azok a kérdések, amik felmerültek a mezőgazdaságban, azokat tudtuk orvosolni, és itt a legjobb példa az pont a kadasztereztérén, ami elhangzott Császár Károly szenátor úrnak a munkáját dicsérve. A képviselők arról is beszámoltak, hogy nincs olyan település Maros megyében, ahol ne zajlana legalább egy projekt. Összesen 35 településen víz, csatorna, gáz vagy úthálózatot építenek, és 34 településen zajlik iskolafelújítás. A tájékoztató helyszínéül szolgáló Ákosfalva községben is hamarosan kezdődnek a munkálatok az ivóvízhálózat kiépítésére, amely 1100 családot és 76 céget fog ellátni. Ákosfalva községben 11 beruházásról tudunk beszélni, amiből jelen pillanatban egy zajlik, az az ivóvízhálózat. Itten még annyit tennék oda, hogy Ákosfalva 9 településből áll, de 3 településen van a vízhálózat kiépítése. A konzultációk során Maros megye 40 településén több mint 2500 személlyel találkoztak az RMDSZ Maros megyei és parlamenti képviselői. A szövetség célkitűzése továbbra is fejleszteni az erdélyi magyarok lakta településeket, a következő időszakban is erre helyezik a hangsúlyt.